Élesztő. Nagyon szép és nagyon kedves, hát miért ne kívánhatnánk egy kedves napot? Nagyon szép és kellemes napot kívánunk mindenkinek természetesen, mégpedig 6 perccel 8 óra után. Egyébként a mai művünk az tehát gyakorlatilag ezt ássuk el jó mélyre, vagy nem is tudom, tehát nem lenne baj, ha újra kezdhetnénk. Ezt... A négy balkezesek. Gyurma filmet ismeritek el. Szerintem kezdjük azzal, hogy bemutatjuk vendégeinket, jó? Tehát Boros Brigitta, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője, és Paksról Csöglei István. István, és mindenki mindjárt megérti, hogy miért csak annyit mondtam, hogy Paksról István, mondd el, a titulusodat. Jó reggelt mindenkinek, Csögle István, alezőzes vagyok, a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője. Na ezért, tehát... Ebbe beletört volna bicskán. Azért ezt még egy kicsit memorizálni kell mindenféleképpen. Jó, tehát miután titeket bemutattunk, akkor innentől kezdve 9 óráig tiétek a műsor, és mi megyünk, jó, és kipihenjük magunkat, jó, ez a megszom a harmadik kávéval egy fotelben. Lehet, hogy a hallgatók is hamar átkérnének másik sávra. Nem biztos. Lehet, hogy azt kérnék, hogy mi már vissza se üljünk esetlegesen. Előfordulhat még akár ez is. Na, egyébként 2019. november 26-a kedd van, és ma a virágok ünnepelnek névnapot. Nagyon sok boldogságot nekik, illetve hát rajtuk kívül még jó néhányan, azért gyorsan elmondom, Anasztás, Szilveszter, Konrád, Milán, Lénárd, Viktorina, Péter, Berengár, Leonárd, Leonarda, Ciklámen, Milos. Tehát sok boldogságot mindegyikőjüknek. És hát természetesen, akik születésnapot tartanak ma, azoknak is. Ölelés és pacsi, vagy puszi, vagy mit szoktál? Puszi és ölelés. Na, ez mindenféleképpen nekik. Jó, az időjárásunkról kicsit bővebben már beszéltünk az előző bejelentkezésnél, de most akkor annyit elárulunk, hogy továbbra is plusz 6 fok van, eső nem várható még a felhősödés ellenére sem. Szél sincs, úgyhogy egy csendes, hát tulajdonképpen késő őszi napnak nézünk elébe plusz 11 fokkal, és akkor kanyarodjunk rá arra, hogy miért is vannak itt a vendégeink. Most azért, mert közeledik az adventi időszak, és palócosan advent. Igen, Zoli úgy szoktunk, hogy advent. Advent. Hát de mondom, Palócföldről származott édesapám, biztos ez ragadt rám, hogy advent. De azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. És persze nem feltétlen csak az advent az, amely majd témát ad nekünk, és a karácsony, hanem a téli fűtéssel kapcsolatosan is fogunk majd néhány szót szólni, hiszen annak is akadhatnak veszélyei. Nyilván, hogyha valaki gondos ez ügyben, akkor igazából semmi probléma nem lehet ebből, de hogy hogyan legyünk gondosok, majd erről fogtok ki akkor néhány szót szólni. Jó? Kezdjük talán azzal, hogy hát akkor kezdjük magával az adventi időszakkal, hiszen ez közeledik. A gyertyagyújtás közeledik, hát igen, és hogyha már gyertyát gyújtunk, ezt akartam, hogy december esetén mindjárt gyertyát gyújtunk a lakásban. Igen, akkor gyakorlatilag mire figyeljünk. Először is, és itt már korábban azért beszélgettünk, azért van egy jó hír ezzel kapcsolatban. Mondjátok el ti, hogy mi is az. Így van, tehát ahogy az előző beszélgetés során is néhány hónappal ezelőtt, illetve hát nagyjából másfél hónappal ezelőtt találkoztunk, akkor is elmondtuk, hogy Tolna megye biztonságos megye, tényleg az ország egyik legbiztonságosabb megyéje, és ez megmutatkozik az adventi vagy karácsonyfatűz eseteken is, mert gyakorlatilag kérdezted, hogy van-e olyan év, hogy nincsen karácsonyfatűz, gyakorlatilag minden év olyan, hát szerencsére. Egy-egy azért elvétve akadt, tavaly is volt egy adventi koszorú tűz, talán éppen Pakson, szerencsére nem lett belőle nagyobb baj, úgyhogy tényleg biztonságos megye Tolna megye, egy-egy eset fordul elő évente. És mondjuk, hogyha 10 vagy 20 évre visszagondolunk, bár Brigitta, te hogy tudnál ennyi időre visszagondolni? Tehát de István, akkor ez fejlődés? Tehát vagy mindig ez volt, csendrend volt és nyugalom? Vagy azért, mit tudom én, ugye változtak, és itt gondolunk ugye azokra a szokásokra, hogy hát talán kevesebb a gyertya, sokkal több az elektromos cucc, meg az elemes cucc, és akkor talán ezek hozhatták azt a pozitív változást, hogy kevesebb a karácsonyfa tűz, vagy a koszorú tűz. Vagy, tehát, hogy régebben azért ez akkor is, akkor volt dolgotok, csak most nincs, már mint legalábbis ebből. Igen, gyakorlatilag részben a válasz is elmondtad, változtak a szokások azért nyilván. Tehát, ugye, régen mindenki a karácsonyfákon ugye inkább gyertyákat gyújtott, csillagszórókat használt, ha már inkább átértünk ugye a ledes fényforrásokra, ugye szebbek is, jobbak is, mindenféléket kitalálnak. Ezáltal talán biztonságosabb is lett így a karácsony. Tehát lényegében szerintem változtak, igen, sokat változtak. Holott azért ismerünk elektromos tüzet is, és akármennyire is veszünk ilyen cuccokat, azért meg kell nézni, gondolom, hogy miért vásárolunk, nem? Természetesen ugye mindenféle webáruházokból tudunk rendelni, a távol-keletről is mindenféle. Bocsát, ezt free shippingen, már nagyon várom, hogy ezt Norbának mond, mert valami hány, 50-30 vagy 50 méteres cuccot rendeltél, igen, valami hát annyi, mint a méterre 10 forintos áron, vagy valami ilyen hasonló, tehát... Igen.
mondani. Igen, nézzük meg azért, hogy milyen minőségű terméket választunk, és mekkora mennyiségbe szereljük. Kortad egy poroltót is rendeltem mellé. Erről is beszéltünk majd a poroltóról, hogy mit tudna okozni egy lakásban egy poroltó, de valójában igen, tehát jó minőségű termékeket szerezzük meg mindenképpen, és nézzük meg azt, hogy mi a cél pontosabban, hogy mit szeretnénk kivilágítani, ugye díszítjük a házakat, az udvarokat, a fákat, gyakorlatilag minden már azért a túltelerésre is figyeljünk oda, hosszabbítóban, hosszabbító, tielosztóban, úgyhogy ilyenre azért figyeljünk oda mindenképpen. Igen. Bár azért mi akkor a tanácsos egyébként? Tehát, hogyha én mégiscsak szeretném az egész udvart meg a házamat kívül-belül kivilágítani, akkor mi a jó tanács, tehát hogyan tegyük ezt meg, mire figyeljünk, cseréljünk, mit tudom én, mi az, biztosítéknak mondom, vagy mi a kapcsolat. Kis megszakított. Nyilván ezt azért villamos szakember tudná pontosan megmondani, hogy mennyit bír a mi hálózatunk. Tehát azért ezek a ledes fényforrások azért akkora igénybevételnek nem teszik minimális. Azért. Tehát olyan pici wattokkal működnek, hogy azért nem. De hosszabbítókat azért nézzük meg, hogy ne abban legyen bedugva a hűtő, a tévé, a mosógép, meg minden egy dugajba, tehát erre figyeljünk. Meg még egy megosztó legyen hármason. Egyszerre. Lakásban, házban azért több körön vannak ezek a kis megszakítók, úgyhogy ne egy kört terheljünk, hanem inkább. Hát és arra meg nagyon figyeljünk, hogyha a kültéren is kivilágítunk, tehát akkor azért olyan hosszabbítóval vigyük ki az áramat, amely erre, tehát a kültéri használatra van kitalálva, gondolom én. Ez nagyon fontos lehet. Bár mondjuk az első pont meg a hó eloltja a tüzet valamilyen szinten, de tűzoltására víz nem annyira jó. Mondjuk ez is igaz, viszont lecsapja a biztosítékot, és akkor nézhetjük nem nézhetjük a reszkesetek betörőket, mert hogy gyakorlatilag ugye elmegy az áram. Jó, tehát akkor a változás is talán magával hozhatta azt, hogy ilyen szempontból nyugodtabbak lehetnek a napok, és nyugodtabban tudtok ti is készülődni erre, de egyébként hát most csúnyán fogalmazok, de van erre az időszakra vonatkozó sláger, tehát ami miatt rengeteget riasztanak benneteket, vagy sokat? Rengeteget nem, de ennek az időszaknak a úgymond a slágere, ugye a szénmonoxid mérgezés esetek, a vagy milyen? A kéménytüzek, ezért ezek megelőzésére szoktuk felhívni a figyelmet. Éppen múlt héten volt egy szénmonoxid mérgezéses eset például Szekszárdon. Erről többet tudni egyébként? Tehát, igen, ház, vagy lakótelep, vagy mi volt ez? Igen, egy családi házban gázkozán mellett elhelyezett szénmonoxid érzékelő bejelzett, és helyesen jelzett. Szerencsére a lakók tudták, hogy mit kell csinálni, azonnal kiszellőztettek és hívták a tűzoltókat, akik egyébként még egészségre ártalmas mértéket tudtak mérni a gázkazán mellett, úgyhogy helyesen jelzett a szénmonoxid érzékelő ezúttal. A mentősök tájékoztatása szerint enyhe szénmonoxid mérgezéssel szállítottak kórházba 3 embert. Az igen. Mármint hát úgy igen, hogy hát erre mennyire oda kell figyelni. Ilyenkor az első, hogy talán, hogy szellőztetni kell, ugye? Tehát a nyilázárokat ki kell nyitni, amennyire lehet. Fontosabb, hogy azonnal. És hát nyilván ki kell menni abból a helységből, ahol ezt észlelte. És került mondjuk ez a szénmonoxid mérő, mit tudom én, 5000-10000 forintba, ugye? Nagyságrendileg. És mondhatjuk, hogy akár megmentett 3 életet. Hát ez a nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy gyakorlatilag annyi mindenre kiszórjuk a pénzünket, de tényleg. Ha csak az ember arra gondol, hogy elmegy a családjával vásárolni egy ilyen üzletközpontba, vagy valahol, és nyilván megveszi, amire szüksége van, tehát amikor tologatja a kocsit, na de akkor még egy csoki, még egy izé, még mit tudom, meg még egy csomó mindent, amire nincsen. Amire egyébként semmi szükségünk nincs, tehát, és abból a pénzből pedig megvásárolhatnánk egy ilyet, felszerelhetnénk, és lássuk. És azért nagyon fontos, hogy a szénmonoxid érzékelő tehát ez egy kiegészítő biztonsági intézkedés. Nem ezzel előzzük meg, ez csak a biztonságunkat szolgálja, illetve hát kiegészíti, mint ahogy ebben az esetben is látszik. Azonban nem kerülhetjük ki azt, hogy rendszeresen ellenőriztessük a fűtőberendezésünket, a gázkazánunkat, a kéményeket, tehát ez mindenképpen fontos. Ha jól tudom, de lehet, hogy tévedek, de mintha múltkor erről beszéltünk volna, hogy tulajdonképpen a kémény ellenőrzése az még talán nem is kerül pénzbe. Nem? Így van. Ez így van. És akkor hogy van? Tehát ez így van. Hát ha valakinek az most egy új információ, tehát hogy miért nem? Tehát hogy van ez? Igen, ez 16 második fél évtől már a katasztrófa nem vett, tehát ezt a fajta tevékenységet, ennek a koordinálását. De bocsánat, akkor tűzoltók és kéményseprők vagytok egy személyben? Hát, gyakorlatilag én nem vagyok kéményseprő, tűzoltónak tartom magam, de igen, átvette a katasztrófa nem ezt a fajta tevékenységet. Úgyhogy igen, ingyenes, a sormunka is ingyenes, és hogyha bejelentjük a kéményünket, hogy a tisztításra szorul, ingyenesen meg fogjuk csinálni. Ez a kéményseprők. Magánszemélyek számára.
kemenysepres.hu, ugye ez volt. Így van. Meg is jegyeztem az utóbbi beszélgetést, na hát én ezt igénybe is vettem, Dunaszentgyörgyön van a házunk, és nem tudtam online leadni, úgymond az igényemet, hogy ott ugye az adatok megadásával, ott valamiért nem működött a rendszer, de felhívtam egy telefonszámot, készségesen felvették az adataim, majd ezt követően másnap a szabadságát töltő kéményseprő hívott fel, hát most két napot szabin lennék, de akkor csütörtökön jövök. Így van, így van. És jött, és olyan villámgyors, és rugalmas, és így van, ez ingyenes, fontos dolog és, azért, fontos, és igen. Le nem tudom, a telefonszámot szóval. Elmondhatjuk azért, szerintem ahogy, ezt a 18-18-as telefonszámot, hogy ez egy egyszerű szám, 18-18-as. Szóval nekem csak igen. Egyes menüpont, hogy gyorsítsuk is, hogy nem kell végighallgatni, de egyébként... Ez az olyan telefonszám. Köszönjük szépen, hogy fogadtuk hívását, kérem várjon a mit tudom én meddig, És akkor hallgathatunk 3 perc zenét, nem, a 9.1-es menüponttal, és akkor ott na, tehát hogyha gyakorlatilag valaki még esetlegesen nem végeztette el, és hát azért mégiscsak egyébként el lehet, tehát már magyarul, tehát a fűtési szezon közepén is el lehet ezt végezni. Én nem élek ilyen, tehát lehet, hogy hülye a kérdés. Természetesen, biztos, de, sőt el de, is kell, tehát hogyha olyan ilyet részelünk, hogy füst visszáramlik a lakásunkba, vagy Isten a tűzoltóságban jelen nagy beavatkozásnál a házunkba, és a kéményre vezethetők vissza ezek az okok, fél tűzkeletkezési okok, ugye koromképződés, lerakódás a kéménybe, és azáltal nem megfelelő az elvezetése, akkor igen, tegyük is meg akár a tél közepén is mindenképpen. Jó, tehát ez alapvető fontos. Igen, ajánlatos a fűtési szezon előtt egyébként, de természetesen soha nem vagyunk vele elkésve. Tehát gyakorlatilag akkor legfeljebb addig az ideig nem fűtünk, ameddig hát ott a kémény. Így van, tehát ez viszonylag rövid idő, tehát 11-12 napon belül azért működni szokott. Ez egy fontos dolog. Ki lehet bírni. Ja, hát úgy. Ja, hát akkor addig, akkor jön az olajradiátor, csak akkor meg vigyázunk arra, hogy hol van. Igen, tehát mindenféleképpen. Jó, hát akkor most egy kicsit pihenjünk, jó? És utána akkor folytatjuk természetesen a témát, és akkor azért nyilván majd rátérünk magára az adventi időszak okozhatta, és hála Istennek örülünk, hogy azért itt Tolna megyében ez nem jellemző, de hát pont azért kell róla beszélni, hogy így is maradjon. Tehát az adventi időszak okozhatta esetleges anomáliákra. Minden hétköznap reggel 5:30-tól 10:00-ig. A Paks FM-en. Most 22 perccel járunk már 8 óra után, és vendégeink vannak, mégpedig a katasztrófa védelemtől. Szekszárdról Boros Brigitta érkezett, Paksról pedig Csöglei István. Érkezett egy kis üzenet, amelyet egyébként is beolvastam volna, de külön megkértek rá, fölírtak rá a figyelmemet, hogy olvasd be, léci. Na, így hangzik. Csögi a király. Egy normális ember a tűzoltóságról. Jó szakember. Na, szerinted ki küldhet? Köszönöm szépen, nem tudom. Remélem, hogy bárkit. Füge küldte. Köszönöm szépen, Füge. Na, úgyhogy tessék, már megérte, hogy eljöttél, nem? Tehát szereztünk neked egy jó napot. Köszönöm szépen. Remélem, hogy szereztünk neked egy jó napot. Mindenféleképpen. Jó, na, a témánk ugye a elkövetkezendő időszakra is talán így lehet összefoglalni, meg a fűtési szezonra vonatkozó, hát figyelemfelhívás, azaz pontosabban arról a hibákról, amelyeket esetlegesen elkövethetünk, az erre való figyelemfelhívás, illetve hát az, hogy ne kövessük el ezeket a dolgokat. És közben eszembe jutott, ugye, amikor legutóbb itt jártatok, akkor volt ez a szüret időszak és a borkészítés és etc. időszak, és akkor beszéltünk arról, hogy például itt Pakson is volt egy emberke, aki lement egyik nap, kimentették, de aztán Dafke azért is, majd én megmondom, lement a másik nap is, akkor is kimentették, és utána bezárták a pincét, és eldobták azért a lakat kulcsot, hogy le ne tudjon többet menni. Na, félretéve a tréfát, hogy egyébként hogy zárult ez az időszak, vagy egyáltalán vége van-e még? Most ugye a szénmonoxidról már beszéltünk, de a mustár, nem mustár, nem mustár, egy gázról, igen, hát akkor is ezt állandóan elbakiztam, tehát a mustgáz az... Semmi baj volt, most már címlap sztoriba is ilyen nagy betűkkel, hogy mustárgáz. Igen, azért az kínosabb. Én még itt azért föl tudom állani, hogy úgy vagyok tök, ahogy... Vagy. Igen. Na, szóval a lényeg az, hogy zárult ez az időszak, vagy egyáltalán lezárult-e, vagy még azért esetleg ez előfordulhat, de hát most már a muston már túl vagyunk, nem? Úgyhogy, így van, na, így van. Tehát, hogy hála Istennek, akkor nem okozott most... Így a Paksi eseten kívül nem volt más. Na, szuper. Akkor ezt jó hallani. Ebből a szempontból is biztonságos megye, de mint ahogy mindig elmondjuk, mi szeretjük annak betudni, hogy az emberek betartják azt, amit javasolunk nekik. Hát akkor tulajdonképpen, akkor ti csak lógatjátok a lábatokat, ezt jó van. Igen. Nem, egyébként erről beszélgettünk, és akkor egy kicsit beszéljünk ki egy picit ebből a témakörből. Beszélgettünk arról, hogy, de hát ez nyílt titok, ezt a hírekben is lehet hallani, és nyilván nem akarunk azért efele elmenni, nem akarunk politizálni meg semmilyen, hogy azért sajnos a testületet elég sokan hagyják el.
nem tudom István, hogy ezt szabad egyáltalán erről beszélned, hogy megerősítened, nem vagy tudom, sem. Ez nem az én posztom szerintem ebbe. Nem. Ebbe jó, akkor ezt engedjük el ezt a témát. Mindegy, mi kívülről azt látjuk, hogy... Volna megyében egyébként viszonylag alacsony a fluktuáció így az országhoz képest. Értem. Ennyit így nem el tudunk ezt erről mondani. Okay. Rendben van. Na mindegy, a lényeg az, hogy mi akkor külsősök azt tapasztaljuk, mintha elég sokan hagynák el a pályát, és pont arról beszélgettünk, hogy azért azon mindenképpen változtatni kellene, és itt vonatkoztassunk el tőletek, azaz a hát, tűzoltóktól, katasztrófavédelmiesektől, hogy gyakorlatilag azok, akik értünk vannak, mármint pontosabban úgy fejtik ki a tevékenységüket, hogy akkor nekünk az jobb lesz, vagy jobb lehet egészen pontosan, és itt gondolva a mentőkre, a rendőrökre, rátok, és természetesen az egészségügyre. Tehát akik azért vannak, hogy mi életben maradjunk, vagy pontosabban még ha életben is maradunk, de jobban éljünk, és jobb legyenek az életkörülményeink, vagy biztonságosabbak legyenek az életkörülményeink, azért én azt gondolom, hogy őket jobban meg kéne becsülni. Tehát, hogy nyilván mi egyébként mind megbecsülünk, tehát én azt gondolom, hogy azzal nem lehet problémátok, hogy gyakorlatilag mindenki tisztel benneteket, és hogyha meghallja, így hogy van, valaki... Így van, ezt mi is érezzük a társadalom részéről. Hogyha valaki meghallja, hogy tűzoltóval beszélget, akkor mindjárt nő 600 métert a személyben, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ez azt gondolom... De az anyagi megbecsülés sem lenne azért annyira rossz. Igen, mert otthon például nem tudod azt mondani a kisfiadnak, hogy mit tudom, most csak azért van bableves, és nem mit tudom én, rántott fűri, vagy mit tudom, micsoda, mert hogy gyakorlatilag... Homár karácsonykor. Tehát azért, mármint úgy értve, hogy nyilván a lelketekben rendben van, de azért például az előbb beszéltünk a bevásárlásokról, azért nem sok mindent adnak a boltban, hogy engem lelkileg, vagy hogy mondjam, ugye, tisztelnek és megbecsülnek. Nyilván pénzorientált az a világ. Hát igen. Ja, úgyhogy akkor... a statisztikákból is látszik, hogy hosszú évekre, vagy évtizedekre visszamenőleg legelismertebb szakmák között. Az biztos is. Én azt gondolom, hogy ez joggal így van. Na, akkor most jöjjünk vissza akkor a szeretethez és az advent. Egyébként tényleg, ha már itt beszélgettünk a házak és a lakások díszítéséről és az adventi koszoruló, ti, akik hát ugye tűzoltó voltok, gyakorlatilag ti ezt hogy oldjátok meg, vagy hogy kis, nem, azt nem tesszük oda, mert vagy, tehát hogy ez hogy működik nálatok? Ti azért gondolom ugyanúgy készültök. Gyújtunk mi is, gyertyát. Igen, szoktam adventi koszorút készíteni, és igazi gyertyát teszek rá, de szigorú felügyelet mellett szoktam meggyújtani, soha nem hagyom ott, mindenféle éghető anyagot eltávolítok a közeléből. Tehát azért a szakmajártalom megvan, mi? Igen, megvan, jobban figyelek erre. És hát nálam is ugye otthon egyre nagyobb teret hódítanak ezek a ledes égősorok, úgyhogy azzal díszítem fel a lakást. De azért vasárnaponként a gyertyagyújtás nem maradhat el. Igen, mi is követjük ezeket a hagyományokat, úgyhogy én is gyújtok gyertyát otthon, igen, adventi koszorút mi is használunk, természetesen megfelelő módon elhelyezve tűzálló alátétel, tehát ami nem melegszik át, nem forrósodik át. És még egy dologra ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet, hogy figyeljünk oda a gyermekekre. És nem csak a gyermekek, hanem a házi állatokra is. Ugye nagyon fontos, hogy az kutya, macska esetleg nehogy leverjen ilyen égő gyertyát, párologtatót, adventi koszorút. De látod, hogy egyébként... Használni, én is használok valóban, csak oda a hétköznapokban erre nem is feltétlenül gondolkodunk. Tehát, hogy nekünk van egy macskánk egy egyszerű dolog, csak egy felugrik a macska az asztalra, és csak még véletlenül is lerögheti az adventi koszorút. Megrántja a terítőt bele. Akár a terítőbe. Igen. Diszkivilágítás, meg én is használok, a házam is ki van világítva, persze megfelelő helyről beszerzett, nem távol kell. Legalább is nem onnan rendeled. Igen, tehát és szakszerűen saját magam által felszerelve, egy duga, egy hosszabb. Akkor megvan az anyagi megbecsülés. Igen. Közben hát erre azért adjunk, igen. Egy ilyen az a színházi közvetítést akartam, hogy és közben István ránézett Normára. Megvető szúrós pillantásokkal. Na igen, bár hozzáteszem, hogy egyébként azokat, amelyeket mi úgy megvásárolunk itt bárhol, és mondjuk jó minőségnek itt élünk meg, azt egyébként ugyanott csinálják, csak legfeljebb egy másik üzemben. Csak egy nagyobb árréssel dolgoznak igazából, én pedig egyesen a gyártótól rendeltem meg, úgyhogy ki a király. Így van, lehet jókat is rendelni a távol keletről. Így van. Igen. Ott de... készül a világ, ahogy szokták mondani. Úgy. Hát ami nem onnan van, az hamisítvány. Na, akkor... Látod, például mondtatok egy nagyon jó, tehát a házi állatokra például én nem is, nem, tehát nem rakja ezt úgy össze az ember a fejében, hogy erre is figyeljem. És akkor ugye, és akkor hozzád fordulok, tehát mondtad, hogy ennek élharcosa vagy, tehát ez a nem megfelelő hely, nem, mi számít megfelelő helynek, vagy akkor hogyan
hova rakjuk, tehát nyilván az asztalra szeretnénk tenni ezt az adventi koszorút, bár nekünk, most ugye koszorúnak klasszikusan ezt a kör alakút hívják, igen. Nekünk igen. Például most egy ilyen hosszúkás, ilyen csónakszerű hát valami igen, van. Igen. Tehát mondjuk az adventi gyertyákat valami, akkor az, tehát hogyan fogjunk hozzá, majd ez alatt azt hiszem, hogy mitől lesz igazán biztonságos egy ilyen adventi koszorú. Hát ahogy a Csögi is mondta, valami tűzálló alátétre kell elhelyezni, vagy legalábbis, ami nagyon fontos, hogy minden éghető anyagot távolítsunk el a közeléből, tehát lehetőleg a függöny ne lógjon bele, uh-huh. vagy ne lógjon a közelébe, asztalterítő se legyen ott, és ugye ami inkább problémát tehát szokott akkor okozni. Tehát tegyük igazából. Igen. Még igen. Akkor se, hogyha van ez a tűzálló valami? Lehet, hogy egy fal alátétre, fölött egy fém alátét, tehát így rá lehet tenni terítőre, és általában ugye egy konyhaasztalra szoktuk az ilyet kirakni, vagy nem tudom. Tehát tegyük be egy fém dobozba, és zárjuk tehát... el a trezorba. Olyat semmiképpen nem javasolnak, hogy polcok közé tegyük mondjuk, mert ilyen is történik, hogy egy gyertyát a polcok közé veszik meg, a polcot gyújtja meg esetleg, vagy kormozza meg, nem biztos, hogy meggyújtja, csak... Karácsonyi mintás teflon lapot tegyük. Biztos lehet azt is rendelni a távolkeretről. Lehet, hogy esztétikus, de biztonságos. Így van. Ami a problémát szokta szerintem jelenteni, hogy meggyújtjuk, és ott felejtjük. Közben veszünk a lakásba, csináljuk a dolgunkat, és a gyertya meg ott marad. Esetleg leég. Pont ilyen volt, ezt beszéltem, mint reggel, hogy egy ilyen, ráadásul ilyen textilborítású volt a maga a koszorú, és ahogy égett, akkor egyszer csak hoppa. Ez remekül meg tudjuk. Az, adni, de ahogy, ahogy mondod, remekül, az volt. Nagyon szépen tud dobtuk égni. Is bele. Mit tegyünk igen. Egyébként, ha kigyullad? Mi azt tettük, hogy dobtuk bele a mosogatóba, ami az nagyon gyakorlatilag az azt... Én így néztem, teljesen jó volt, aki volt élek jelenlét. Még jó. Aki volt a lélek jelenlét, hogy fogta és bedobta igen, a mosogatóba, és akkor rá a vizet a csapból. Tehát mit tegyünk, hogyha úgy észlelünk, vagy valamit észlelünk, hogy meggyulladt akár a koszorunk, akár a fánk, vagy nem tudom, bármi hasonló. Igen, nagyon fontos, hogy ne essünk pánikba, ne kezdjünk el kapkodni, csapkodni mindenféle rongyokkal, lehet, hogy bajt okozunk. Úgyhogy ez a mosogatós megoldás teljesen szimpatikus, úgyhogy oda bele vizet rá. Az Napoliban van, ahol, ami nem amerikai konyhás, és mondjuk nincs a közelben igen. Mosogató. Egy és pohár vízzel leöntjük. Akkor valami vízzel, igen. Valami kancsóba, a pohárba vízzel. De mert azért a víz az... És vigyázzat csak vízzel, tehát ha pálinkát lőttyítünk rá. De most komolyan, igen. Tehát hogyha reflexzerűen valaki vagy a sört, a sör jó. A sör elolcsa. Tesztelted István? Nem, de tudom, hogy elolcsa. Illetve beszélgetünk a tűzoltókészülékekről, és itt szóba kerülnek. Az sem mindegy, hogy milyen. Ugye nagyon sokféle tűzoltókészülék létezik, ugye lakásban szokták kérdezni, mit javasolunk. De ugye tökéletesek a porraloltók, a habbaloltók, a gázoltók. Ugye nyilván azt figyelni kell, azért mondjuk egy habbaloltó, az ugye vízalapú dologról van szó, ez vezeti az elektromos áramot, tehát elektromos tüzekhez ezt ne használjuk. Ugye, hogyha porral befújunk a lakásba, ez megint nem annyira jó, tehát lehet, hogy anya nem fog annyira örülni, hogyha telefújjuk a konyhát vagy a lakást porral. Én otthoni használatra én inkább a széndioxiddal oltót vagy más gázoltókat javasolnék, tehát ezt tartanám készelétbe. Mindenképpen. De most akkor ez azt jelenti, hogy nekem otthon a lakásomban, hát egyébként nekünk például a lakásunkban nincsen tűzoltókészülék. Nekem, az is igaz, nekem hogy, sincsen egyébként. Na, az is igaz, hogy viszont mi mondjuk lakótelepen, tehát a folyosón van. Tehát kint, tehát folyosón van, általában igen, igen, nagy baj, akkor oda le tudunk szaladni. És igen, akkor csak ezt... hogy a tűz meggátolja azt az útvonalat, ugye, amivel igen, is érdemes rongyolni a lépcsőházon. Én is gondolkodom azon, hogy egy ilyen széndioxiddaló oltóberendezésbe fog szerezni. Ezt nagyságrendileg hogy fest, hogyha nem is egészen pontosan, de ez milyen tétel, milyen kiadás? Anyagiakban. Hát ez mondjuk ilyen 10.000 forint nagyságrendileg. Forint. Évente kell hitelesítenünk, vagy... Hát otthonra nem feltétlenül kell hitelesítenünk, működjön az a lényeg ennek. Megfelelő nyomás legyen benne, és működjön. Jó. És tudjuk azt, hogy és működik. És tudjuk használni, igen, anyát is képezzük, hogy nem vagyunk otthon. Gyerekeket, kutyát, használni. Macskát, mindenki. Hát, hogy állítani a tüzet. Látod, ugyanannyi érdemes kerül, egyébként tartani ilyet. Kb. Ugyanannyi kerül, mint a szénmonoxid készülék. Nagyjából igen, persze nyilván határa csillagoség, de azért... Egyébként Norba már ritkán, de azért okosat mondott és kérdezett, ez nem jellemző rá. Ez a mai többszörösen is. Igen. De nem, hát mondta ezt, hogy ugye például, hogyha nem tudunk kijutni mondjuk a lakásból ugye a lépcsőház felé, mert hogy gyakorlatilag mondjuk ott keletkezett a tűz. Mindegy, hogy most milyen időszakban, meg hogy mitől. És mondjuk, ha én vásárolok egy ilyen bármilyen tűzoltó készüléket, akkor hol célszerű azt elhelyezni a lakásban? Amikor ezek szerint, hát szóval bárhol lehet, hogy oda teszem, akkor az, tehát, hogy, vagy akkor többet kell vennem minden szobába egyet, vagy hogy? Nem, minden szobában nyilván nem érdemes egyet venni, hát ez egy jó megközelíthető helyre kell. Nem tudok ebbe igazából okosat mondani, tehát lehetőleg ne tolaszoljuk el, ne takarjuk el vasalódeszkával, akármivel, tehát jól látható helyen tudjam, hogy ott van, és mindig el tudjam érni. Tehát a lakásomból nem tudok elnehetni. Van-e a lakásoknak olyan pontja, és most átlag lakásokról beszélünk, és itt nem a négyzetméter a lényeg, hanem az elrendezés, van-e olyan pontja, amely mondjuk a statisztikák vagy a tapasztalataitok alapján a leg, hogy mondjam, tűzmentesebb
terület vagy hely létezik ilyen. Nyilván a vizes blokkok. Tehát mondjuk a fürdőszoba. Fürdőszoba, WC. De mondjuk a tűzoltókészüléket inkább a konyhába helyezni. Tehát, hogy kéznél legyen, hogyha esetlegesen. Így van. Jó, na akkor jó. Tehát hiszen a legtöbb lakástűz azért a konyhában. Igen, többségében. Azért elmondhatjuk. Igen. Na akkor, és hogyha építenénk egy lakást, amiben nincs konyha, akkor védve vagyunk, nem? Tehát akkor... Igen, vagy ha nem főzünk a konyhában, akkor is csak melegítünk, vagy kávézunk. Akkor védve is vagyunk. Jó, akkor egy kicsit elvonulunk ismételten, egy picit fújunk és szünetelünk. A szünetben egyébként majd lesz egy kis reklám is, és aztán majd a reklám után újból itt vagyunk. Élesztő. Minden hétköznap reggel 5:30-tól 10:00-ig. A Paks FM-en. Nos, 2 perc múlva lesz kérem szépen 3:49, amikor ismételten itt vagyunk, és még mindig itt vannak a vendégeink, és milyen jól teszik, hogy itt vannak, hiszen van még miről beszélgetnünk. Ugye Boros Brigitta kérem szépen, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője, és Paksról Csögle István. Az oltósági felügyelő. Így röviden és tömören, igen. Akikkel beszélgetünk, illetve beszélgettünk már gyakorlatilag arról, hogy mire figyeljünk, mire vigyázzunk. Fenyőfa állítással kapcsolatban és karácsonyfa díszítéssel kapcsolatban van esetlegesen jó tanácsotok. Mondjuk a mentősöket is ilyenkor meg lehetne kérni, ugye, vagy kérdezni erről, amikor befaragom, meg ilyen hasonló. Igen, lehet, hogy többet tudnám. Nem, igen, vannak. Nincsen. Jó, de hát úgy értve, hogy itt gondoltam arra, hogy akkor ugye említettétek, hogy hála Istennek megyénkben nincs. Az elmúlt években nem nagyon volt, vagy nem is volt igazából fenyőfa tűz. Nyilván ne is legyen. Mit tegyünk, hogy ne legyen? Tehát ott is mire figyeljünk, mire vigyázzunk. Ott is ugye változnak a trendek, tehát ahogy a Csögi is elmondta, régen még gyertyát raktunk rá, meg esetleg csillagszórót, és ugye ahogy haladunk előre az időben, a fenyőfa egyre jobban kiszárad, és egyre könnyebben hát meggyullad. Ráadásul még jó gyantás is tud lenni, tehát ez is úgy szépen tud égni, de ez ma már nem jellemző. Tehát ma már inkább a ledégősorral díszítjük ki. Mert régen ugye még nem ledes égők voltak, azok túl tudtak melegedni, és esetleg attól is keletkezhetett tűz, de ma már nem jellemző ez sem. És tulajdonképpen a fa vásárlási szokásaink is valamelyest változtak, bár most lefuttattam a programot, ami nem biztos, hogy egyébként jó. Itt gondolok arra, hogy talán egyre többen inkább ezeket a Nordman fenyő, meg ilyesmiket így vesznek, amelyek nem száradnak olyan hamar. Ugye a Lutz fenyő volt az, ami két nap után gyakorlatilag alatt, így van, igen. Viszont eszembe jutott a műfenyő, meg a másik oldal, mert az meg műanyag, tehát ott meg aztán, ha valami, akkor az mondjuk az elég hamar úgy süt, nem így? Többségem, jól mondod, egyébként többségemben megolvad inkább, tehát nem biztos, hogy azonnal magra fog kapni. Most nem tudom, csillagszóróról még nem beszéltünk, mi gyerekkoromban emlékszem rá, manapság annyira nem jellemző. Jugóból kamionszámra jöttek be. Elég sokat csillagszóróztunk majd minden este, de mindig tettünk alá valamit, tehát hogy a padlószőnyeges lakásban laktunk annó, tehát vagy linoleumos, én emlékszem rá, hogy a linoleumot vele. Na jó, álljon meg egy pillanatra, hogy azért te fertőzött vagy, tehát most nemrég mondtad el, hogy azért ez nálatok ilyen családi tradíció. Igen. Tehát ez hogy van? Ebben nőttem bele. Hát nekem édesapám és nagyapám is tűzoltó volt, tehát ilyen tradicionális családról származom. Hát akkor nem csoda, hogy még a csillagszorozás is úgy történt, hogy... Engem távol, ettől mindig távol tartottak, igen, hogy otthon tüzeljek. Valaki kezében mindig volt egy egyébként a manapság se jellemző rám, tehát én még a fűtőberendezéseket is úgy csináltam, hogy nekem a lakásban nincsen tűz, sem füst, tehát hátul van két kazánház, a gázkazánom külön van, a vegyes kazánom külön van, és a lakásban csak víz kering, úgyhogy én ennek a híve vagyok. Meg áram. És erre biztatnék mindenkit, nyilván meg az anyagiaktól is függ, meg az áram. Hát ezzel nem egyébként én is azt mondtam, hogy ha egyszer az életben még talán lesz, vagy nem tudom, családjád, vagy én meg vagyok a gáz nélkül, ezt komolyan mondom, tehát én inkább fizetek talán többet is, a fene se tudja, az elektromos hűtésért, én köszönöm szépen, a gázból én nem kérek semmilyen formában. Úgyhogy, férfiak vagyunk, termelünk mieleget. Hát figyelj! Kapacitás kérdés. Jól lapozzunk. Egyébként most már karácsony és fűtés-főzés, akkor ugye gondolom a konyhatüzek így a statisztika szerint a legjellemzőbbek így ebben az időszakban, így az év vége felé közeledve. De jobban. Na, több esetben fordul elő. Hogy főzzünk, süssünk? Ne hagyjuk ott az ételt semmiképpen. Tehát idő után az edény károsodni fog, aztán majd a lakás is. Bogrács. És amit megtapasztaltunk, és ezt mindig mondom, ha olaj ég, akkor véletlenül se vizet rá. Semmiképpen. A legfrappánsabb megoldás, rá kell tenni arra az edényre, amiben az olajat hevítettük, a fedőjét, tetejét, és kész. És lehetőleg húzzuk is le tűzről, ne csak Igen, tehát gyakorlatilag azt rátesszük,
megbeszéltük, és akkor meg is oldottuk ezt itt a problémát. Itt is nagyon fontos, hogy nem szabad pánikba esni, ahogy az előbb a Csegi elmondta. Ami nagyon nehéz, hogyha... Nehéz, igen. Valahol üti fejét a lakásban. Igen, nehéz, mert az ember hajlamos kapkodni ilyenkor, és pánikhelyzet mindjárt kialakul. Igen, tehát gyakorlatilag ne esetek pánikba, tehát az a lényeg, hogy amikor főztök, vagy mondjuk adventi gyertyát gyújtatok meg, akkor húzzátok arrébb a pánikot, hogyha megfordulnátok, akkor nehogy beleessetek. Tehát, hogy jó, ez erre mindenféleképpen figyeljetek. Na, összegezzük az idei esztendőt. Most már azért így november vége fele járunk, nyilván még ezer és egy dolog történhet, de ne történjen decemberben. De ha visszanézünk erre az esztendőre, akkor az előbbzőekhez képest mit lehet elmondani? Több volt és itt nem csak a tűzre gondolunk, a több volt a riasztás esetlegesen, mint mondjuk a... Nem gondolnám, én most csak paksi viszonylatotok nyilatkozni, hogy én itt vagyok a kirendeltségen. Nekünk nem volt magasabb az esemény számunk. Tehát nagyjából minden évben ezt a hasonló átlagszámot hozzuk. Nem mondok számot, hogy hány vonulást. De nem jellemző, a karácsony időszakban sem. Átalakult-e a ti munkátok inkább a mentésre, mármint olyan értelemben a mentésre, tehát mi a túlnyomó része? A tűzoltás effektíve, vagy inkább a mentés? Inkább a műszaki mentés felett rendálódott talán ez a megyei átlagszámok, és ezt mutatják, ezt a Brigi biztosan jobban tudja a megyei számokat. Én a kirendeltség nevében azt mondhatom, hogy igen, hogy több a műszaki mentés. Nem is annyira a közlekedési balesetek, hanem az egyéb műszaki mentések, a viharkárok, a fakivágások, a vízszivatások, tehát ez is ugye a tűzoltóságnak a feladata. És efelé tendálunk. Tűzesetek, olyan komolyabb tűzesetek szerencsére kisebb számban vannak. Én az idejében Pakson nem is tudnék olyan nagyon nagy tűzesetről beszámolni. Lakóházok persze voltak, nyilván egy-két esetben melléképületek égtek, gépkocsik égtek, tehát ilyenek azért voltak, de nagyobb számban most már inkább a műszaki mentéseké a szerep. És szerencsére kisebb súlyú események a szerep, igen. Aha, akkor egy kicsit átalakult ez mennyi szinten? Nyilván valakinek, ha kiég az egyik szobája, az neki nagyobb súlyú, ez a tűzoltóságnak nyilván nem. Tolna megyében nagyjából olyan 1500 beavatkozás van évente, időarányosan nagyjából megegyezik az előző évvel. Egyébként ennek nagy része téves jelzés, tehát a tényleges beavatkozások azok kisebb számban vannak, és hát nagyjából szerintem olyan 60-40% lehet a műszaki mentések, tűzoltások aránya. Na most nektek azért nemrégiben akadt, vagy hát nektek, tehát ugye Szekszárdon élsz, tehát a szekszárdiaknak azért akadt dolguk, ugye gondolok itt erre a gázrobbanásra, azért az egy nem mindennapi hát attrakció nem. volt, és két napon belül pont arra vitt a dolgunk bennünket, és először csak a nagy konténerek lelettünk, mondom, 2-3 nappal voltunk, később volt, és még mindig ott voltak azok a nagy konténerek telerakva, és feleségünk kérdezi, milyen, mondom, hogy milyen, nézd meg, hát itt van ráeszméltünk, hogy itt volt a gázrobbanás, ott minden bedeszkázva, meg mit, szóval azért az egy nagyon komoly dolog volt, és ugye beszéltünk akkor, hogy még nem is értem már, mint úgy értve, hogy tök jó, hogy így alakult, hogy ember életben nem okozott ez kárt, de hát ha ez mondjuk egy esti órában van, amikor mindenki otthon van és tévét néz. Igen, ez szerencse volt, ilyen módon szerencse volt, a szerencsétlenség. Hát ez, hát nem, hogy egy házat, ezt a ház tömböt érintett, tehát ott hát a környéket. Igen, többet. Barokkos túlzás, hogy azt mondja, letarolta, de hát egyébként igen. Tehát szóval ott azért az nem semmi lehetett. Igen, én pont tőletek mentem haza, úgy akkor volt az utolsó. Igen, akkor volt az előző beszélgetés. Még jó, hogy azt kívántam, hogy ne legyen semmi dolgotok. Igen. Körülbelül. Most nevetünk rajta, de igen, ez így történt. Éppen beálltam a garázsba az autóval, amikor jött a telefon. Jöttek a telefonok folyamatosan, és nagyon hamar kimentem a helyszínre, és tényleg mint egy katasztrófa súlyt övezett. Tehát ilyet abszolút. A tévében lát az még ember. Annyit hagyd kérdezek meg, hogy mondjuk olyankor, amikor a kollégák nagy bajba kerülnek, mármint úgy nagy bajba, hogy nagy feladatot kapnak. Ilyenre gondolok például, hogy nemrégiben volt Püspökladányban ez a gázállomás féle robbanás és tűz. Ilyenkor, mit tudom, folyik az együttérzés, vagy esetleg kommunikáltok, hogy mit tudom, hát ha valakinek volt már ilyen tapasztalata, és akkor tud segíteni. Illetve, hogy az például az a Püspökladányi, gondolom én, hiszen ez a munkátok az ilyenkor jobban figyeltek erre, hogy ott mi történik, vagy hogy történik. Igen, erről igen, mit lehet elmondani, ez mennyire volt nagyon komoly, vagy hogy ez ott... Pontosan részleteket nem ismerem, bár azért többnyire igyekszünk, tehát az országban bármiféle tűzeset, katasztrófa történik, hiszen aki egy kicsit elhivatott, az nyilván utána néz, érdeklődik egy picit. Ezeket egyébként fel is dolgozzuk, van erre belső szabályozók, műveletelemzések készülnek, amit központi képzéseken felhasználunk, ugye leadják a megyéknek, tűzoltóságoknak, és akkor ezt nyilván megbeszéljük, megvitatjuk. Vagy hogyha továbbképzésen a srácok összefutnak, nyilván beszélgetnek egymás között is erről mindenképpen. Tehát a tapasztalatokat nyilván igyekszünk nagyobb. Hát hiszen az nektek is haszon lesz. Így volt ez a gázrobbanásnál is például, tehát nyilván az is. Hát ott láttunk képeket róla, meg videót, hát ott az...
az nagyon komoly. Nem az első volt egyébként Szexárdon, hogy 97-ben. Ja, vagy csak most a gázban van, igen, az se, igen. Volt talán decemberben. Pont egy néhány háztömbben. Ott annyi volt szerencsésebb, hogy ott iszonyú mennyiség üvegfelület törött, tehát volt, amerre elmenjen a nyomás, tehát volt hasadó nyíló felület, hogy így mondjam. Aha. És ott jobban elment a nyomás, mint itt annyira nem tudott, és jobban károsodott az épület. Ott szerencsésebb volt a helyzet egy picit. Ja, értem. Akkor nem tudom, ez mennyire szerencse, de jobb volt a helyzet. Igen. Még ehhez a témához kapcsolódóan egyébként, hogy a beavatkozásokat mi 1-től 5-ig osztályozzuk, és ezen belül vannak kiemelt fokozatok, nyilván az 1-es a legalacsonyabb, az 5-ös a legmagasabb, és ez is a megye biztonságosságát mutatja, hogy a beavatkozásoknak a nagy része az 1-es, illetve 2-es kiemelt fokozatban zajlik. Uh-huh. A gázrobbanás az 5-ös? Azt most nem tudom megmondani, nem tudom, hogy mi volt a riasztási fokozat, de igazából ott már egy megtörtént esemény volt. Uh-huh. Tehát ott a lakásokat kellett, a lakókat kellett összeszedni, felderíteni. Ja, ja, ja. Igazából nem volt annyira, tehát tűz nem keletkezett, ugye az épület nagyban károsodott, műveleti szolgálat vezette egyébként a kárfelszámolás vezetését. Tehát igazából már a tűzoltói uh-huh. esemény nagyon nem volt, személyeket kellett felkutatni, hogy az én tudomásom szerint nem a mi területünkön volt, tehát nem akarok utasságot nyilatkozni, de amit én hallottam róla, az így történt. Tehát akkor hatalmas beavatkozás nem volt, de jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, megtiszteltek bennünket. Nyilván, és hát én úgy szoktam, hogy advent után már azért kívánok boldog karácsonyt, illetve áldott karácsonyt mindenkinek. Most, mivel valószínűsíthetően nem találkozunk addig, így azért és akkor... És Borsod Brigi, ne kell holnap inni, hogy valami hazafelé történik. Igen, jó, tényleg, inkább ne kívánk, köszönöm szépen. Jó. Akkor nem kívánok semmit. Csak egy áldott karácsony. Az előzőekből tanulva. Áldott karácsonyt akartam, csak igen. Azt lehet, jó? Azt lehet. Na, jó, én azt kívánom, hogy se velünk, se a kollégákkal ne találkozzatok itt az ünnepekben. Ez így igaz, ez így. Vagy legalábbis kár esetnél nem. Azt mondtam, hogy csak kint az adventi udvarban találkozunk, igen. Jó, valamelyik koncerten. Forradbort kortolatban. Pontosan, igen. Na, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hát remélem, hogy tudtunk segíteni azoknak, akik, vagy jó tanácsokkal tudtunk szolgálni azoknak, akiknek hát kellett, tehát akik esetleg rácsodálkoztak. Mondom, például ez a, mondjuk nekünk nincs, de lehet, hogy tényleg akinek most ugye egy cica kutya ügyben mondtuk, hogy akkor nem állt erre is figyelni, hogy esetlegesen olyan szobába helyezzük el a koszorút, ahol nincs az állat, hogy oda nem engedjük be, vagy valami, vagy nem tudom. Tehát tényleg ez például nekem föl sem merült volna, hogy egy macska vagy egy kutya is tud bajt okozni ilyen tekintetben. Na, hát ebből is következik, hogy én egy éretlen emberke voltam, úgyhogy ebből meg az következik, hogy ki fog következni. Na, ma is tanultál. És így van, igen. Figyelj, hogy jöttek, így mindig kisítjük. De figyelj, 2-3 évig ide jártok, és leteszem a kiskát. Jó? Megkezdjük a felvételt. Tehát Kiki következik az Éretlenek című dallal, azaz pontosabban nyilván volt annak idején egy ilyen sorozat, amelyet nagyon sokan szerettünk, és ez annak volt a betétdala. Tehát ez jön a folytatásban, aztán majd 9 órakor a hírek, és akkor mind Brigitának, mind pedig Istvánnak köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és tényleg szép karácsony a családotok szépen, szép napot mindenkinek.